Hatalmas összefogás volt az utóbbi napokban Bátán, ahol a katasztrófavédelem, a vízügy és a tűzoltóság szakemberei a sok polgári segítséggel együtt összesen 15 ezer homokzsákot töltöttek meg, és helyeztek el a kritikusnak számító helyeken. A jelen pillanatban egy csendesülés van, az azt jelenti, hogy megfigyeljük a gátak minőségét, állagát, rendszeresen járják a katasztrófavédők, tűzoltók, valamint az én embereim és én magam is a gátot. Rendben van, egy kisebb kis foltosodás van a gátakon, de minden rendben van. Előreláthatólag a hét második felében megkezdődhet majd a homokzsákok elpakolása is. Talán csütörtökön. Mondhatjuk azt, hogy igazán megkezdődik az apadás, és akkor odét már talán nem lesznek ilyen veszélyforrások. Vörös Mihályné 45 éve lakik Bátán, és megmutatta nekünk, hogy a Duna hogyan kerítette hatalmába újra a kertjét. Most nagyon le vagyok nyugodva, mert nagyon féltem, hogy 2013-as víz, hogy megfölözi, vagy ha akkora lesz, akkor sokkal nagyobb gonddal kellett volna ráfordítani, de hál' Istennek kisebb lett a víz, és így nem volt úgy veszélyben az egész udvarom se, meg a házam se. A megszokottnál nagyobb erővel érkező hatalmas mennyiségű víz szemmel láthatóan rengeteg hordalékot hozott magával. A Szekszárdhoz közeli ártéren épített üdülők most még víz alatt vannak, de előreláthatóan a hét második felében megkezdhetik a takarítást az ingatlanokban. Itt vagyunk a Duna Szekszárdhoz legközelebbi szakaszán, ahol a dunai árhullám tetőzése ezekben az órákban várható, ami egyébként az előrejelzésekhez képest és a 2013-as árhoz képest is alacsonyabban történik meg. Ezen a szakaszon is nagy még a készültség, ahogyan a Keselyüzsi Sió árvízkapunál is. A vízügy szakemberei a töltések állapotát folyamatosan ellenőrzik, ahol a forgalom jelenleg is ideiglenesen korlátozott.